És ez itt a polgármesteri percek. Szép napot kívánunk mindenkinek, és vendégünk Pulis József, Csépharaszt polgármestere. Jó reggelt! Szeretettel köszöntöm és a kedves hallgatókat! Csépharaszton is, mint mindenhol, tulajdonképpen megkezdődött a nyitás, talán most már búcsút intettünk a koronavírus járványnak, bár én nem merem ezt már elkiabálni. Mi a helyzet a nyitással, mennyire nyitott meg minden, illetve van-e még, ahol a fokozatosság jellemző? Csépharaszton, ahogy a kormány szerint megtörténnek ugye a rendeletalkotások, és aszerint ugye a nyitások, mi is végrehajtjuk ennek alapján. Lényegében az ügyfélszolgálati tevékenység az teljes körűen működik már. Természetesen továbbra is az, hogy a hivatalba is maszkba készfertőtlenítéssel lehet bejönni. Ettől függetlenül az üzletek kinyitottak. Nálunk Csépharaszton kimondottan olyan vendéglátás, tehát, hogy szállodai szolgáltatás nincs, tehát így arról nem tudok nyilatkozni, de az emberek az utcán látom, hogy tényleg, ahogy a miniszterelnök úr mondta, hogy viszontlátás a maszk, ő el is dobták idézébe téve, tehát az utcán már nem jellemző, hogy maszkot hoznak az emberek, de az üzletekben tovább is a fegyelmet, azt látom, hogy ezt betartják az emberek. Én is azt látom, hogy kicsit most már talán nem a járványról szól ez az időszak már, hanem tényleg a nyitásról, az emberek szervezik a nyári programjaikat, és inkább ebben foglalkoznak már. Az átoltottság mértékéről tudunk valamit? A oltások jelenleg is zajlanak a házi orvosunknál, jellemzően most már a második oltást kapják a csépharaszti lakosok. Külön így információt nem kaptam, továbbra is az van, hogy tehát az átlagnak megfelelő az átoltottság, tehát az országos átlagnak megfelelő, így problémát nem hallottam, hogy ebből lenne bárkinél, tehát így az oltás még, aki úgymond akarja, aki igényli, az meg tudja kapni az oltást Csépharaszton is. Mi a helyzet az utak állapotával? Megkezdődtek az útfelújítások, milyenek a belterületi utak Csépharaszton, és mely szakaszokat érint a felújítás? Csépharasztnak van egy fő utcája, a Kossuth-Lajos utca, ami állami tulajdonú út, ez egy majdnem 2 kilométer hosszú útszakasz. Úgy néz ki, hogy sikerült ebbe előre mozdulni, hogy ennek a felújítása elinduljon. Ez nyár közepén tervezetten el fog indulni a Magyar a Falu Program keretében. Két szakaszba történik a felújítás, egy kilométeres szakasz lesz idei évben, és a jövő évben lesz egy második kilométernyi szakasz felújítva, tehát ezzel teljesen megújul ez az utca. A önkormányzat utak vonatkozásában szerencsére Csépharaszton már kevés a földutas szakasz. Most az Akácfa utcának a legvégső szakaszát most új építjük meg, tehát ugye eddig földutas szakasz volt, most egy új alappal, egy ilyen martaszfaltos felületkezeléssel történik a felújítása, vagy megépítése. Azon kívül a Magyar Falu Program keretében pályáztunk a Deák Ferenc utcának a szintén földutas helyett egy aszfaltút kiépítésére. Kátyuk terén van egy bizonyos részeken probléma, ezt is szeretnénk a nyáron megoldani, jelenleg a kivitelező van kiválasztás alatt, úgyhogy így úgy néz ki, hogy szerencsére meg fognak oldani ezek az útproblémák, illetve még júliusban szintén egy önkormányzati feladatellátás keretében pályázaton nyert összeg alapján a Petőfi útnak az utolsó 550 méter szakasza fog a 3 méter, 5 méterre kiszélesedni és megújulni. Ezen kívül, ami a települést érintő probléma, az a kommunális hulladék kezelése tulajdonképpen, tehát, hogy vannak problémák azzal, hogy nem mindenki fizet, viszont a zsákot kiteszi. Hogy lehet ezt megoldani, illetve hol tart most ez az ügy? Csépharaszton is még ugye régen, még amikor még önkormányzati feladat elállt, az önkormányzati cég végezte a hulladékszállítást, akkor ugye jellemzően zsákba helyezték ki a lakosok a hulladékot. Ugye most már ez gépjármű megfelelő elszállítása miatt edényzetbe, tehát kukákba kell, hogy kihelyezzék a szemetet. Itt az a fő problémánk, hogy bevezették nálunk is a matricás rendszert, most már tehát ugye minden gyűjtőedényen matricát kell helyezni, ami rajta van a cím, meg az űrméret, amit fizet a lakos, és így ilyenkor derült ki, hogy van, aki nagyobb térfogató kukát helyez ki, mint amit fizet. És ugye ez a szolgáltató természetesen logikusan nem is viszi el ezt a nagyobb mennyiséget, tehát ott marad. A másik pedig az, hogy mi mindig van sajnos olyan, aki zsákba helyezi ki, és ugye aki így helyezi ki, annak nincs igazolva az, hogy ő fizeti, vagy nem. Ez ügyben a DTK-val most közösen egyes
egyeztetjük a címeket, illetve péntekenként, mikor szállítás van, akkor én is szoktam egyeztetni a szállítókkal, hogy hol lát olyan ingatlan előtt kihelyezve edényt, vagy a zsákot, amivel ugye probléma van, és akkor itt közösen most felveszik a kapcsolatot a tulajdonosok felé is jelzünk, illetve a DTK felé is, hogy a címeket egyeztetjük, hogy akinél nincs szerződés, akkor itt az önkormányzatnak, mint a jegyzőnek is joga van, amivel ez egy kötelező közszolgáltatás, tehát megkötni a tulajdonosok nélkül is a szerződést. Tehát, hogy a lakott egy ingatlan, nincs szerző, aktív szerződése közszolgáltatása, akkor az önkormányzat ezt meg fogja kötni, és fogja kapni a csekket akkor. De gondolom, hogy ez itt olyan is előfordul, mert az élet életszerű, hogy egy-egy időszakban, ami sűrűbb, mondjuk gondolok itt a karácsonyi időszakra, akár ahol gyerekek vannak húsvétra, vagy egy házi buli után, tehát amikor egyszerűen több kommunális hulladék termelődik egy háztartásban. Tehát, és adott egy kuka méret, ami egyébként az év 365 napján Isten ilyen elmuzsikál a családban, és nem érdemes tényleg nagyobbat fizetni. Tehát ilyenkor, hogyha valaki kiteszi a szemetét, akkor ezt, hogy ott hagyják, vagy oldja meg, vagy vigye ő a hulladék udvarba, vagy mi a megoldás? Cséfarasztan az Adjendő úton az általános iskola mögött van két darab 1100 literes konténer, ami kimondottan erre van, hogyha valakin egy családi rendezvény történik, és mondjuk két zsákkal több szemete keletkezik, nem fér be, akkor oda el tudja helyezni. Ezzel élnek is a lakosok, úgyhogy ez ilyen szempontból megvan oldva. Hát nyilván mondjuk ez a hulladék kérdés, ez valószínűleg azért is borzol kedélyeket az embereknél, mert van egy összeg, amit kifizetnek, és ez a problémán valószínűleg szeretne mindenki túl lenni ezen a hulladék ügyön. Viszont, hogy vidámabb dolgokról is beszélgessünk, játszótér és fitnesspark, parkosítás, tehát folyamatosan szépül a település, és mik azok a település szépítészeti munkák, amik várhatóak ebben az időszakban? A Petőfi utcai játszótérnél most már a befejező fázishoz közeledünk. Még a ballaszobor környékén most a héten kezdték el, hogy a gyöngykavicsot azt kicseréljük, mert már el volt gazosodva, tehát nem volt látványilag szép. Annak vannak most a munkálatai. Azon kívül ugye folyamatosan a fáknál sajnos ugye télen nem volt elég hómennyiség, nem volt elég csapadék is. A tavasz során is elmaradt a megfelelő csapadék mennyiség, így bizonyos helyeken pótolni kell fákat, bokrokat, növényeket is, tehát folyamatosan így próbáljuk azt, hogy szép legyen a település, a közparkokat rendbe tegyük, illetve most jelenleg már a fő feladat a kaszálás, ugye most köszönhetően most már a eső megérkezett, és akkor így most a kaszálás a fő, hogy a parlagfű ne legyen a nyáron, illetve hogy tényleg ebből is a közterületeink szépek legyenek. Az intézményi beiratkozások is megtörténnek, illetve óvodai, iskolai ballagások idejét éljük. Mi a tendencia? Gyarapszik a település, vagy inkább csökken? Most jelenleg, tehát továbbra is 2000 fő felett vagyunk, ilyen 2050 fő körül, tehát most egy pillanatnyi stagnálás van, ami részben amiatt van, hogy az új parcellás területek, akár a Kisfordi utcának a területei még nincs beépülve, illetve már most kezdtek beköltözni, tehát ennek van egy átfutás ideje, míg ezek úgymond beérik a gyümölcse annak, hogy itt ezek az új területek kialakításra kerültek. Ettől függetlenül a KSH legfrissebb adatszolgáltatás alapján azért a 0-1-2-3 éves gyerekeknél, és az 22-23 fő van jelenleg már Cséfaraszton. Ez biztató, mert így az iskolának is most már a jövőre nézve is stabil lesz a gyermeklétszám. Ugye itt az a probléma, hogy két osztályunk kimaradt a korábbi években, tehát az remélhetőleg el fog kopni most már előbb-utóbb, és is stabilan meg lesz az új osztálylétszám. Az óvodánál már jelenleg is már maximum felett vagyunk, tehát 120%-ig lehet kapacitást kihasználni. Ez minden évben most már meg kell adnunk a képviselőtestületnek. Most jelenleg is ugye ez 90 főt jelent a három csoportra nézve. 3x28 csoport létszámmal indul szeptembertől az óvoda, tehát úgymond majd, hogy nem a maximum vagyunk. Az a minimális keret, ami van az évközbeni beköltözőknek van. Viszont az iskolában meg félházzal megyünk mondhatni, mert egy 200 gyermek létszámú iskolánk van, ahhoz képest most 100 fő körül indul, de ez annak az oka is, hogy sajnos még a két osztály hiányzik, de jövőre nézve ez biztató, hogy tényleg a gyerek létszám az stabilan meg lesz most már Cséfaraszton. Egyébként mennyire jellemző, hogy a fiatalok Cséfarasztot választják új otthonuknak, tehát mennyire jellemző a betelepülés? Most több új családdal, fiatal családdal találkoztam, akik ide költöznek, jellemzően a Budapest, illetve a Budapest melletti nagyobb agglomerációs
településekről. Köszönhető annak, hogy az M4-es autóút megépült, így gyorsabb és kényelmesebb az eljutás Budapestre, illetve monorról meg a vasúti közlekedés is a környéken az egyik legjobb, tehát gyorsan be lehet jutni, és így mivel erdő veszi körül településünket, tehát több mint kétharmada Cséfarasznak erdő, ezért egy csendes, nyugodt település, és az árak azért még mindig kedvezőbbek, mint mondjuk egy Budapest szomszédi településnél, és úgy arányában már akkor úgy kalkulálnak, hogy igen, akkor így még ha be is kell járni akár Budapestre is, de már árba is kedvező, meg az, hogy a nyugodt, szép környezet miatt akkor megéri kiköltözni. Értéke egy picit a település első 5 hónapját. Ugye azért ez egy nagyon speciális időszak volt, ez nem az az évelei kezdés, ami egy polgármester vagy egy településvezető álma itt a Covid okán is, de mennyire sikerült azokat a kihívásokkal megküzdeni, amit ez az egész helyzet okozott? Hát az évele egy kicsit nehezen indult, ugye kezdődött először az iparőrzési adónak úgymond a megfelezésével, és akkor ugye rögtön avval kezdődött, na akkor hogy lesz az idei évünk, tehát ugye a legfontosabb egy település szempontjából, főleg a működtetése szempontjából mindig a költségvetés. És ugye február végén ezt össze kellett állítanunk. Ahhoz képest, előre haladva az idővel, ez szerencsére napról napra egyre jobb lett a helyzet, úgyhogy kiderültek a nagyobb vállalkozások, nem esnek ebbe a KKV szektorba, akik a kedvezményt meg tudnák kapni, ezt a 1% maximum helyi iparűzési adót. Tehát így egy jobban alakult a költségvetésünk is. Illetve a második hullám, vagyis most már ugye a harmadik hullám, ami megnehezítette a helyzetünket, de szerencsére úrrá tudtunk lenni akár a háziorvosoknak köszönhetően is, illetve azt, hogy segítettünk, hogy az oltás minél jobban haladjon, tehát az önkormányzat busszal, személyautóval szállította be az oltópontokra az oltakozni vágyókat, tehát hogy így ebben próbáltuk elejét venni azt, hogy ne legyen nagyobb járványhullám. Szerencsére mondhatni nem is lett, mert az iskola óvoda is, amikor lehetett, akkor működött. Azon kívül most már ugye bizakodóbbak vagyunk, hogy már látva, hogy tényleg egyre jobban könnyítések vannak, oldódik fel a helyzet, így most már a napi működés, illetve a rendezvények irányába tudunk gondolkozni, és azzal foglalkozni, és most már nem a COVID és az ezzel kapcsolatos problémák a fő feladatunk. Tartanak egy trianoni megemlékezést is. Milyen programok készülnek az évfordulóra? Most pénteken 16 órakor lesz a községháza előtt egy trianoni megemlékezés. Ez tavaly is ugye lehetséges volt megtartani a 100 éves évfordulónál, most idén is megtartjuk. Ezen kívül a következő nagyobb rendezvényünk a augusztus 14-én a Cséfaraszt ősborókás falunap. Ez szerencsénk volna, tavaly se lett lemondva részünkről, meg is tartottuk, úgyhogy idén is most már látva is a helyzetet, meg bízva, hogy úgymond már még jobb lesz, így ennek a szervezését elkezdtük, tehát ezt meg fogjuk tartani, és az ősszel szeptember 25-e körül tervezünk egy születi felvonás, vagy akár bolond lakodalom, ez még nincs kidolgozva, ez majd nyáron fogja a képviselőtestülettel közösen megbeszélni majd az, hogy a milyen rendezvényt fogunk tartani. Azon kívül ugye a ballagások indulnak el, az óvodai ballagás az most pénteken meg is volt, és 18-án pedig az általános iskolán is, június 18-án az általános iskolai ballagás is meg lesz tartva, a szabadtéri az udvaron, úgymond korlátozás nélkül jöhetnek a szülők, a rokonok, tehát így a tavalyhoz képest most egy tényleg egy nagyobb ballagást tud tartani az általános iskola is. Hát nagyon örömteli hallani, hogy ezt a beszélgetést végre nem COVID hírekkel zártuk, hanem program lehetőségekkel, és biztos vagyok benne, hogy itt a 93.4-en is beszámolunk azokról a programokról, amik a településen lesznek. Köszönjük szépen, hogy eljött, és ezt elmondta nekünk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.